És akkor egy pár mondatot még szólnék a turizmus és a virágosítás kapcsolatáról, illetve arról, hogy melyek azok a minisztériumok, akik meg segítik a munkánkat. Ahogy említette is helyettes államtitkár asszony, gyakorlatilag mindegyik minisztérium, mindegyik társterület részese ennek a versenynek, de az igazi komoly támogatást a Nemzetgazdasági Minisztériumtól kapjuk, most már sokadik esztendeje, az ő támogatásuk a verseny szó szerint anyagiakban mérhető fődíja. A Magyar Turizmus ZRT pedig saját projektként és kiemelt projektként végzi már ennek a versenynek a koordinációját gyakorlatilag 1990 óta, ahogy elhangzott fővédnök asszony részéről is. A Vidékfejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma partnerünk még, a miniszterelnöki hivatal is partnerünk, és jó néhány olyan bizottsága a parlamentnek, akinek valamilyen kapcsolódási pontja van a környezettudatossághoz, a környezetvédelemhez, a turizmushoz, a fenntarthatósághoz, az önkormányzatokhoz, tehát úgy érezzük, hogy egy komoly partnerségben szervezzük ezt a versenyt. A kertészeti szakma oldaláról is azt gondolom, hogy egy nagyon reprezentatív kör az, aki részt vesz a szervezőbizottság munkájában, illetve magában a zsűrizésben is, hiszen, ahogy említette elnök úr, a zsűrizés társadalmi munkában zajlik, közel 300 települést kell Magyarországon meglátogatni, regionális zsűrik vannak, mindegyik regionális zsűriben szakemberek vannak, a régiós marketing igazgatóságok képviselői a turisztikai oldalt, a turisztikai szakemberséget jelentik, míg a kertészeti oldal nézi azokat a különleges gondozottsággal, ápoltsággal, kertészettel, parkfenntartással kapcsolatos dolgokat, amikhez nyilván mi a turizmusban dolgozók nem értünk. Az idei esztendőtől pedig, ahogy említette is elnök úr, egy újfajta zsűrizés és újfajta szempontrendszer kerül bevezetésre, ami nagyon hasonlít az európai szempontrendszerhez, hiszen azt szerettük volna elérni, hogy a nemzetközi elvárások és a magyar elvárások egyre jobban közelítsenek egymáshoz, és könnyebb legyen a felkészülés a nyertes városok és falvak számára. És hogy milyen a felkészülés egy nyertes város számára, azt első körben Gyula képviselőjétől, Gyula főkertészétől fogjuk meghallani. Nagy szeretettel köszöntöm Adrient, ő fog önöknek mesélni arról, hogy ez a szép délalföldi város hogyan készül arra a bizonyos júliusi napra. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a sajtók megjelent képviselőit, ezen a sajtótájékoztatom, és hát ez az igen nagy feladatra készülünk, ugye, hogy az európai versenyen meg tudjuk állni a helyünket, és hát én azt gondolom, hogy a díjkiosztó után már, ahogy elbúcsúztunk a bizottságtól, jeleztem, hogy mi már jövő héten várnánk a segítő, az elméleti segítséget, és mi elég korán már a díjkiosztó ünnepség után találkoztunk is egy késő őszi napon, és ezt megelőzően pedig, tehát 2013 évben már elkezdtük a felkészülést, és az a bizonyos őszi nap előtt mi már az európai versenykritérium rendszerét igen intenzíven kezdtük tanulmányozni. Úgyhogy ez volt az első feladat, hogy mi is a különbség a magyar verseny és az európai verseny között. Ugye rögtön megállapítottuk, hogy a környezetvédelmi szempontok igen erőteljesen érvényesülnek az európai kritériumrendszerben, de ettől mi nem ijedtünk meg, hiszen a mi környezetvédelmi programunk és akciótervünk szerint dolgozunk, és az évekre meghatározza feladatainkat, és azt gondolom, hogy ezen a téren is tudunk felmutatni eredményeket. Ezt követően a kritériumi rendszer ismeretében helyi szinten megnézzük, hogy mik azok az objektumok, amit meg tudunk feleltetni, be tudunk mutatni, hogy megfeleljünk a kritériumoknak. Ezt követően már az állomáshelyek közötti pontos útvonaltervet is elkezdtük még decemberben kialakítani, amelyre egyébként februárban került pont. És decemberben végeztük még el azt a feladatot, hogy mi legyen az a csapat, aki dolgozik a városban ezen a projekten.
és meghatároztuk a fő területeket, hogy ki milyen területen és milyen határidővel kell teljesítsen feladatot. És elkezdődtek már a téli időszakban a beadandó dokumentációknak az összefésülése, mindenhez meglévő dolgok, képek, szöveganyagok kigyűjtése. 2014 évben február elején véglegesítettük az útvonaltervünket, és ugye február 28-án már az első angol nyelvű anyagot le kellett adni, ezt az identity formot, ami egyébként azért jó volt, mert már akkor össze kellett tömörrel szedni a gondolatainkat, és amely azóta is bővül. Amin most dolgozunk, hogy a honlapon szeretnénk ennek az új európai versenykritérium rendszerének megfelelő tematika szerint bemutatkozni, és ez várhatóan 3 hét múlvára úgy el is fog készülni. És meghatároztuk, ugye, meg már el is kezdtük március-áprilisban az útvonal mentén lévő feladatokat, fák cserjékévelő pótlását, ez folyamatban van, ahol szükséges, illetve vannak folyamatban lévő beruházásaink, amit gőzerővel ugye be kell fejezni. És ezen kívül már csak az a teendőnk, hogy minden szépen az útvonal terv szerint emelt szinten tudjunk fenntartani, és az egynyáriakat ugye olyan május 3-tól tervezzük telepíteni, lesz majd egy újabb szakmai anyag, amit le kell adni május 15-tel, és akkor ami fontos szempont még ugye a polgármester úrnak a nyitó előadását összeállítjuk, illetve a sétáló füzetet, ami már konkrétan a bíráláshoz kapcsolódik, az állomás helyek feltüntetésével és a bemutatni kívánt témák feltüntetésével. Egy picit Gyulavárosát azért be kell mutassam ahhoz, hogy a felkészülésünket is be tudjuk mutatni. Igazából ez a belvárosnak a képe. Rendelkezünk egy, ez a piros a mutatóba? A turisztikai központunk ugye a vár és környéke, amely egyébként az egykori kastélypark területével egyezik meg, de ugye ma ebben helyezkedik el a várfürdő, a csigakert, maga a kastély pedig itt helyezkedik el, a vár pedig éppen le van takarva, ugye a 2005-ös felirattal. Ez a terület pedig a közigazgatási központja a városnak, és mint ahogy ez a térkép is mutatja, én azt gondolom, hogy ez a felkészülés, ez nem most kezdődik, tehát ezek 10 éve meg 20 éve kellett elkezdődjenek, maga az emberek fejében is, hogy a környezet iránt mennyire igényesek a polgárok, a lakók, de akár itt most én 2005-től az elmúlt 9 év beruházásait hoztam ide, ami ilyen környezetet is érintő. Ugye kezdődött a vár felújításával és környezetfelújításával, aztán a belváros első ütem, a Kossuth tér újult meg, belváros második ütem egy évben a csigakerttel, és ami környezetrendezési, ezután inkább építészeti felújítások következtek, amit most december 31-jel tudtunk átadni, az az akvakanóra, tehát a turisztikai központban, a Várfürdőben egy családi élménykomplexum, az is tartalmaz környezetrendezési elemeket, illetve a Békesugárút és a Göndöcskert rekonstrukciója. Ez december 31-jel az épületek lettek átadva, és most pont a holnapi nap lesz a műszaki átadása magának a partnak. Tehát azt gondolom, hogy ebből a folyamatosságnak kell kirajzolódni, illetve hogy azért ezeknek egymás mellettiségben kell részt venni. Itt egy kis srafozott terület, az a terület, amely ez a két központ közötti hiányzó kapocs, aminek jelenleg a terveit készítettük el tavalyi évben, tehát ezzel is léptünk már előre. Csak éppen egy-két kép az új beruházásokról, ugye a Gyulai Várfürdőben az akvapalota megépült, és a Göndöcskerti rehabilitációnak a terve ez.
Itt ugye van egy művelődési ház, ami megújul, egy vigadó és egy pohánképtár. Itt mindenféle funkcióváltásokkal rendeződik a régi századfordulós hangulatú épületek, tehát visszaadjuk az eredeti funkcióját, hiszen a vigadóba kezdték, tehát ott lett a pohánképtár az elmúlt időszakban. A nagyon szép ornamentikájú belső tereket takarták el nagy képekkel. Tehát az építészeti megújítás van átadva. Lesz egy új játszótér, egy ilyen amfiteátrum-szerű építmény, egy zenepavilon a parkban, és az egész park felújítása. Ez a kiviteli tervből egy részlet a zenepavilon környéke. Itt is a zenepavilon, a vigadó és a pohánképtár. Ez a pohánképek most egy teljesen új, modern épületben nyertek elhelyezést. És akkor az átadott elemek, építészeti elemek, az zenepavilon, a vigadó épület fölülről a művelődési ház tetejéről, illetve egy belső kép, és a mostani pohánképtárnak a bejárati része. És ebben a modern egységbe kerültek elhelyezésre a nagy festmények. A másik projektünk, amely most indult, ez a Harukenberghely Malmási kastélynak a felújítása. Itt is tartalmaz ez a projekt környezetrendezést, hiszen egy történeti kert fog helyreállni, rekonstruálva lesz. Ez egy nagyon fontos és érdekes területe a városnak, hiszen 50-es évektől mindenféle intézmények, meg csecsemő otthon funkciójú épület volt, és így az udvara is inkább elzárt terület volt, nagy sövényekkel elhatárolva. Tehát most, hogy már elkezdtük a tisztítási munkákat, döbben rá mindenki, hogy micsoda érték van a városban, mert még nem is volt látható igazából ez a terület. Itt történeti kutatással kezdődött a munkafolyamat. Egy látogatóközpont lesz egyébként az épület belsejében, és nagyon sok képet sikerült felkutatni. Ezek a virágos parterek, ez maga a várfürdő felőli virágos parterek voltak jellemzőek ugye a gyűjteményes kertek kora után. Maga az angol tájkép, késő angol tájképi kert kora szerint lesz visszaállítva ez a történeti kert, és ehhez is hoztam terveket is. Ja igen, itt a külső fotó, hogy mi még amikor nem tudtuk, hogy ez a pályázat nyerni fog, már akkor ennek az igényét éreztük, hogy ezt kezdjük kitisztítani, ezt a dzsungelhalmazt, ami hát itt nagyon jól látszik, hogy a csecsemő otthon kivonult, igazából a város nem kapta meg kezelésbe még csomó ideig a területet, úgyhogy mihelyest ennek lehetőségéhez jutottunk, így neki is álltunk a munkának. Itt már egy minimális rendezettséget találhatunk. Hát ilyen kandelláberek voltak, tehát igazából alig lehetett a régi elemeket felfedezni. Itt is nagyon jól látszódik ez a masszív, magára hagyott kert, ahogy folyamatosan változik, és különböző magoncegyedekből ugye nem mindig az értékesebb nyer, sajnos. És így egy ilyen elvadult állománynál találkozhatunk. Itt is jól látszik, hogy itt ez az öreg torony, ez már most ugye kezd kirajzolódni, és láthatóvá az emberek számára. Ez egy kép arról, hogy maga ugye ez a kastélypark, ma a belvárosi térképen jól látható volt, hogy nagyon nagy területét teszi ki a városnak. Több funkciójú egységből áll, hiszen itt helyezkedik el a várfürdő, a várkörnyéki zöld felületű, a csigakert. És ezeknek az együvé kapcsolása, ahogy régen is együtt dolgoztak, ugye egy történeti kert volt, ez egy tájképi kert, nagy széles átlátásokkal működik, ezeket próbáljuk visszaállítani a lehetőségekhez képest, és így az az elképzelés, hogy
a kastélykertnek a kerítését elbontjuk, és ugyanúgy közterületként fog működni, mint a vár környéki zöld felület. És ezzel is a valaha együvé tartozást fogjuk tudni hangsúlyozni. Sajnos nagyon sok átlátás már nem tud megvalósulni, itt a várfürdőben elég sok épület csúszdák belenyúlnak ezekbe a tengelyekbe, de erre mindig próbálunk azért figyelni, hogy legalább a lehetőségeinkhez mérten a kapcsolatot erősítsük. Amit még nagyon fontos, hogy ez a Szigetelőtt program, ami egy nagyon hosszú távú koncepciója a városnak, hiszen vizes árkokkal körbevett váregység, a vár és a kastély helyezkedett el ezen a szigeterődön, és ennek a föld művei még most is jól láthatóak. Ez egy nagyon hosszú távú elképzelés, de ennek is esetleg a visszaállítása mellett foglalt állást a városvezetés. Virágágyakról is szeretnék beszélni. Ugye törekszünk általában, hogy valamilyen kontrasztos hatást érjünk el, vagy éppen az egymás melletti színkörön, egymás mellett elhelyezkedő színekkel egy ilyen színharmóniát. Arra törekszünk, hogy strapabíró növényeket nagy felületen tudjunk alkalmazni. A fenntartásról is említenék egy-két szót. A Gyulai Közüzemi Kft. Tartja fent a város zöld felületeit 27 fővel, 5 nő és 22 férfi taggal. Nyári időszakban 20 fő közmunkást tudnak biztosítani. 113 hektár a fenntartható zöld felület Gyulán. Tehát itt a lakótelepek, parkok, terek, kés, bevezető utak környezetei, ez mint a város fenntartásában van. 48 ezer tő egy nyárival próbáljuk meg a nyári díszítést, egyöntetű nyári díszítést megvalósítani, de emellett a várfürdő területén 12 ezer tő egy nyárit ültetnek, és ez biztosítja a nyári színpompát, még a tavaszi őszi időszakban 10-12 ezer árvácska és hagymás kiültetéssel szépítjük a környezetet. Általában minden évben próbálunk 800 darab 10x12-es földablás facsemetét elültetni. Elég sok fasor rekonstrukciót végeztünk az elmúlt években, és az egynyárjak tekintetében pedig szárazságtűrő magyar fajtákat sokat alkalmazunk, ez jelenleg 38%-ot tesz ki a kiültetésünkben. Egy-két kedvenc virág. Ez a kúpvirág, amit sokan mondják, hogy már Gyulának a jelképévé is vár, tehát ezek nagyon jól bevált fajták nálunk, egy kicsit a nyári hangulatot is idézik. És szeretnék még egy rendezvényről beszámolni. Május második vasárnapján minden évben megrendezzük a Gyulai Virágok Vasárnapját. Itt minden, ami kerttel kapcsolatos, az megtalálható, tehát a kerti játszóeszközöktől az egynyári évelő faiskolás termékeken át a öntöző rendszerekkel foglalkozó, tehát rengeteg, nagyon széles a kínálat, és ez egy igen népszerű rendezvény a gyulaiak körében, és nagyon sokan ellátogatnak, főleg Békés megyéből, de a kiállítók egyébként országosan érkeznek, olyan 60 körüli kiállító kínálja portékáit ezen a rendezvényen. Én azt gondolom, hogy helyi szinten egy nagyon sikeres dologról beszélhetünk, az emberek beszélnek erről, várják, mikor lesz, kérdezik, tehát én azt gondolom, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mik az újdonságok, mik a trendek abban az évben. Tudunk ötleteket nyújtani, hogy tud csinosítani, otthon változtatni.